Komoly eltérések vannak az Egyesült Királyság és az Európai Unió álláspontja között. Ezt az Európai Bizottság Brexit ügyi főtárgyalója jelentette ki. A különbségeink nem meglepőek, különösen az első tárgyalási forduló után, de közülük néhány nagyon komoly. Ugyanakkor továbbra is hiszek abban, hogy mindkét fél számára jó megállapodást sikerül elérnünk, fogalmazott Michel Barnier. Brüsszelben tartották a két fél közti első kereskedelmi megállapodásról szóló fordulót. A főtárgyaló hozzátette, nehéz lesz megkötni a megállapodást, de nem lehetetlen. Az uniós és a brit álláspontok elsősorban az egyenlő versenyfeltételekkel kapcsolatban ütköznek. Ezen felül nézeteltérés van a halászati jogokkal kapcsolatban is, mert a britek évente megújuló külön megállapodást akarnak kötni az unióval. Az EU szerint két fontos alapelv van. Egyrészt nem térünk vissza a kötelezettségvállalásainkhoz. A második a kölcsönös tisztelet. Kerüljük el a félreértéseket. Az Egyesült Királyság a héten sok időt töltött a függetlenségéhez való ragaszkodással. Senki, de senki sem vitatja az Egyesült Királyság függetlenségét, hangsúlyozta Barnier. A megállapodást gátló tényezőnek nevezte azt is, hogy a szigetország nem akar az Európai Bírósági Joghatósága alá tartozni. A tárgyaló delegációk két héten belül újból találkoznak Londonban, hogy eltöröljék a különbségeket a Brexit megállapodás útjából.